az unoka testvérem kimegy az egyik utcából, versenyzünk, biciklivel versenyzünk, ő volt a legkövérebb, mi véknyak voltunk, erre ő hajtott a soha nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan tud menni a bicajja, amire kimegyünk az utca végén, akkorára már a Zsigulinak a kis fortocskáján már bent volt, majdnem meghalt. Tehát most csak egyetlen egy tűzse, és ez mind bent volt. Ez nekem végtelenül fontos a színpadon. Máskülönben nem lenne élő a szöveg. Oké, okay, ez a gyerek. Élővé kell tennem. Ezek csak halott szövegek, hogyha úgy van. Ez a gyerekkor, de ez bárhol lehetett volna. Amit te mondtál, az nekem mindenem az, hogy én ott születtem. Tehát engem a jó Isten oda teremtett, és nekem abból a közegből kell nap mint nap, nem mindig, tehát én nem minden reggel ezzel kelek fel, hogy én Kárpátalján születtem, hát dehogy is, nem erről van szó. Nem jött ki a homlokon. Persze, Isten őriz. De nem erről van szó. Nekem fontos. És biztos, akkor... hogy más lennék, hogyha az ötödik kerületben születtem volna. Akkor egészen fajta... Én ott születtem. Másfajta dolgokat pengetnék az életben. Vagy másképp gesztikulálnék. Biztos vagyok benne. Én a Károly kertben fociztam. Gyönyörű. Gyerekkorra. Világ legszebb helye. De tényleg, hát ez egy gyönyörű hely. És akkor hogy mit szólsz ahhoz, ami most történik Kárpátalján, és most nyilván, ha kinyitjuk ezt az ajtót, akkor külön műsor lehetne, hogy a háborúról, de hogy kárpátaljaiként azt, hogy a nem tudom, gondolom, azért vannak ott rokonok, ismerősök, vagy gyerekkori barátok, velük mi van? Hát az van, hogy nagyon sok unokatestvérem, idősebbek is, fiatalabbak is, azok otthon vannak, azok lényegét tekintve férfiak, azok bujkálnak. Egyre durvább a helyzet. Tehát most már azt is, Kárpátalján azt is megtehetik, hogy a saját udvarodra, saját házadba bemehetnek, és az elvihetnek. Nekem ezelőtt 4 nappal egy falubelimet fogták meg, és vitték el. Vagy 3, azt hiszem talán 5 nappal ezelőtt a Beregszászi Színháznak a ruhás srác, aki a öltöztető, és ugye var meg mindent csinál, azt fogták meg Beregszász környékén, leszették a bicikliről, bevitték, iszonyatosan megverték, és mindenféle kapcsolatokon keresztül kénytelenek voltak elengedni, de nagyon azért verték meg, de nagyon, mert, hogy, nagyon megverték. Mert hogy bujkál is, hogy az... Így van. Én az egészen kapcsolatban egyet nem értek, hogy 2024-ben, Európa kellős közepén ez meg tud történni. Én ezt nem, az egészet nem tudom hová tenni. Mindenki okosnak, értelmesnek, ügyesnek tartja magát. Amióta gyerekkoromban emlékszem, semmi másról nincs szó, csak arról, hogy béke, 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 erre mindenki fegyvereket gyárt. Amióta az eszemet tudom. Én ezt a álszent kétszínűségtől, én ettől egyszerűen teljesen rosszul vagyok. És mondom, amikor nagyon közeli emberről van szó, akkor az döbbenetesen tud fájni. Azon vagyunk a fiúkkal, a beregszásziakkal, mert ugye az összes beregszászi srác az itt van, azon vagyunk, hogy egymásba tartjuk a lelket, hogy nehogy valaki feladja, hogy egyszer csak azt mondja, hogy kész, vége, nem bírja tovább, és hazamegy. Van ilyen, hogy ott van a családja, és nem tudja a családja nélkül lenni, és fogja magát, és hazamegy. Na de hát ezzel az van, hogy... Akkor viszik rögtön. Akkor viszik. Nem tudom. Hát néha olyan érzésem van, hogy teljesen felesleges beszélni az egészről, mert nincs semmi értelme. Legalábbis 2 éve, hát még az elején azt hittük, hogy ez pikpak. Ezt leülnek, megtárgyalják, és hát ha nem is fog minden úgy menni, de legalább nem fogják egymást ölni. Erre több százezer ember halt meg már. Szerintem sokkal több, mint amennyit mondanak, de és nem is nagyon látjuk a végét. Nem, sőt, ugye most már... És egyre agresszívebb. Egyre agresszívebb. Tehát az
ami ott mehet kint a fronton, azt mi nem tudjuk innen elképzelni. Fogalmunk nincs. Fogalmunk nincs, ami ott mehet. És vannak olyan sztorik, amiket mondjuk így ismerősök, rokonok mesélnek konkrétan a frontról? A frontról nekem csak azok a felvételek vannak, mert ugye Nelly mindenféle dolgot szokott nézni. Például én azon elsírtam magam, amikor egy évvel ezelőtt, amikor azt láttam, hogy ott a front közelében valamelyik városban megfogták az embereket, férfiakat, de teljesen nőket, és ugye mi vagy orosz barát címen, ki szigetelő szalagozták a stop táblához, lehúzták a nadrágjukat, és követ tettek a szájukba a férfiaknak, de nők is voltak. Tehát szerintem ez a háború olyan megaláztató döbbeneteket tud kihozni az emberből, tehát tényleg állati dolgokat. Egyszerűen felfoghat. Én sír, én nem hittem-e, hogy ilyen van. Tehát ezt egyik civil ember tette a másikkal. Azok katona ruhában voltak, akik civilekkel tették ezt. Aha. Tehát ez én persze. Nem akarom egyik mellett sem akarok kiállni, és egyik mellett sem török pálcát, mert hogy jövök én ahhoz. De mi az ukránokkal azért valamelyest együtt éltünk, tehát 30 éven keresztül. Ez, nekem meggyőződésem, hogy ez a 30 év totális elhibázott politikája, amit Ukrajna, amibe belekerült. Ebben nem az egyszerű ember a hibás. Ebben az a 30 évnyi gárda, akik ott fent Kijevben a parlamentben voltak. Amióta ugye független Ukrajna létezik. Ez az ő totális hibájuk. Minden gazdaságilag, mindenféleképp. Ez egy csőd. Csődhalmaz az egész. Szerintem. Nem az ember, nem az ukrán nép, nem az orosz nép a hibás. Bye.